Hellóztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai videóban a Phasmophobia heti challenge-et fogjuk megcsinálni, ami nem más, mint a Camp Woodwinden kell háromszor megállapítanunk a szellemet. Jó. Mivel ez a játék úgyis alapból nagyon halk, szóval nagyon remélem, hogy lehet belőle majd hallani dolgokat. Nagyon fontos, ki kell válsz egy challenge mód. Frostbitten, vagy bitten, biten, mindegy. Nagyon hideg van, és mindenkit lelassít, a szellemet is. Attól tartok, hogy nem ad nekünk evidence-t a szellem. Jó, oké, megvan. Apply. Ugye a challenge mód az olyan, hogy ugye a loadoutot, tehát magyarul a felszereléseidet biztosítja a játék, tehát semmit nem fogsz elveszíteni, és nem jár semmilyen kár azzal, mondjuk meghalsz. Szóval azt mondom neki, hogy álljunk neki. Nézzük, mivel van dolgunk. Szerintem ez tier 3-as kereszt, vagy tier 2-es, nem tudom. Na jó, van show-unk, van fotókamera. Amit nem látok, nincsen smudge-unk. Nincs smudge, nincs lámpásunk. És a fuse el van rejtve, jól látom? Vagy csak vak vagyok. Az a lényeg, hogy capture the photo of the ghost, EMF reader és parabolikus mikrofon. Ez amúgy még egész jó is. Ó, tier 2-es kamera. Jó. Ah, és havazik. Mint a Ghost Orb vicces lesz. Szerintünk egész maxos, szóval nem kell majd aggódnunk. Jó, akkor kell lesz nekem te. És az a gond, hogy mivel havazik, ezért attól tartok, hogy amúgy meg mindenhol kurva hideg lesz, szóval hogyha ez egy hantú, akkor azt bármilyen körülmények között észre fogjuk venni. Ezt miért nem lehet kinyitni? Na. Jó, először is keressük meg a fuse-t. Nagyon fontos, kéne csont. Csontot azért meg kell keresni. Ugye itt eleve nyitva vannak már ajtók, mert... Ezt hallottam. Ez valahol itt volt. Ez valahol itt lesz. Aha. Jó, Woodwind az egy nem nehéz... Woodwind az egy nem nehéz pálya, szóval... Ú, nem, várjál, nem... Ja, jobb klikke kell, oké. Okay. 2 fok. 3 fok. 5 fok. Jó. Attól tartok, hogy a szellem nem ad magáról evidence-t. Nekem most van egy olyan santagyanom, hogy nem ad magáról... És a fuse az eleve, tehát nem lehet bekapcsolni a fuse-t, szerintem, ha nagyon jól látom. Na jó. Attól tartok, hogy a szellem nem ad magáról evidence-t. Ettől tartok. Ettől tartok a legjobban. Azt a tier 2-es izé keresztnek mekkora hatósugara van, te Jézus Isten! Aha. Nagyon egy... átlagos EMF-et mutat. Attól tartok. Na jó, mondjuk ezt a keresztet meg még ide. Nem nagyon hiszem, hogy egy sátorban bárhol is le... Azt a... Basz meg, mi a faszom, miért kellett ezt csinálni? Ötös? Nem? Nem, csak négyes, picsába. Jó, ezt mondjuk tegyük valahogy így. Ez úgy fine. Oké. Okay. Várjunk, ez egy nagyon aktív szellem. És mivel ugye sötét van, nagyon megy a sanity-ink. Várjál. Ez mi? Ja, hogy még gyújtó sincsen! Ez izé, ez a sanity pill. De várjunk, akkor minek adott nekünk ennyi evidence-t a szel... Minek akkor... Tehát hogyha nem lehet megtalálni a szellemet, mert nem ad magáról jelet,
Már legalább egy kis fény itt lesz ideben. Nagyon dobál. Mi ez a hang? Ide, ezzel dobálja el az ajtót? Vagy nem tudom. Ó, oh, doc van! Oké. Okay. Oké, okay, te... Oké, okay, tehát hogy le... Jó, vannak evidenszek, jól van. Akkor szerintem életem legegyszerűbb, izé... heti kihívása lesz. Jó, vannak evidenszek, ennek nagyon örülök. Ugye szerintem valószínűleg intermédián lehetünk, szóval... Sanity-re nagyon oda kéne figyelni. Vray, Phantom, Benshi, Yokai, Yurei, Raiju, Dio, Gentaya, Goryo, Oni. Goryót kizárhatjuk, mert azt kizárólag csak kamerán lehetne látni a docot. Nem nagyon látok Ghost Orbot, de akkor viszek be még egy kamerát. Viszek be Spirit Boxot, meg akkor... így. Jó. Ez így jó lesz. Intermédián eléggé jók a Sanity esélyek még, szóval egész jók vagyunk. A Breaker imádom, hogy nem lehet használni. Ha... vagy lehet, hogy csak én vagyok hülye. Jó. Meg mondjuk még egy docot, valahogy így. Így. Jó. Ó. Ó, izé van, szakállas. Offan Spirit Box, nagyon jó. Vray Phantom, oké. Okay. Diogennel az lesz a probléma majd, hogy nem fogunk tudni elbújni. Viszont kurva lassú lesz. Szóval az nagyon jó lesz, az nekünk nagyon jó lesz. Jó, ami kell nekem. Le kell fotózni a szellemet, parabolikus mikrofon. És só. Megpróbáljuk a sót. Hátha Wraith. Lefotózom, hátha Wraith. Meg akár Phantom is, tehát hogyha lefotózzuk a szellemet, akkor ugye majd nem lehet majd látni a szellemet a... Nem lehet majd látni a szellemet a... Mondjuk lehet, hogy nem ide kéne... Próbáljuk meg így. Ez azt jelenti, hogy írt? Nem. Azt hittem. Nem tudom, mik ezek a hangok, de ez nagyon idegesítő. Komolyan mondom, ennyit kell várni egy izére. Szerintem a lámpa kapcsolgatások miatt lesz a legnehezebb itt UV-t találni. Belelépett? Belelépett, nem Wraith. Nagyon jó. Nagyon jó, nem Wraith. Ennek nagyon örülök. Hát mondjuk... Van egy santa gyanúm, hogy ez izé lesz. Ez... vagy Phantom lesz. O! Oh! Jó bekúrta. Először azt hittem, hogy ez izé lesz. Yurei, de nem. Imádom, bazeg, itt vagyok, de... Nem ad magáról semmit a parabolikuson. Lehet meg kéne nézni, hogy van-e Ghost Orb először. Na jó! Elmész a fenébe! Ezt innen kintről meg lehet nézni a... Sound szenzornak, hogy... Nem sound szenzor, parabolikus mikrofonnak, hogy van-e olyan... Na jó! Ez mi? Azt a rohadt élet! Na jó, ezt jó tudni. Azta! Oké. Okay. Ez új. Várjál, mennyi a szerintem. Nagyon fontos lenne. Fú, ezek, de utálom ezt a sebességet. Jó, 85. Ez még fine. Ezek közül, a szellemek közül egyik se tud támadni ilyen Sanity-nél, szóval ezek mind ilyen 50 alattik. Háromcsillagos interakció. Nem ért a könyv. A kurva! Anyját, mármint hogy... Nagyon utálom ezt a fényképezőgépet amúgy. Jó, nem baj, nem perfect gameért jöttem, szóval nem... Annyira nem érdekel, nem frusztrál a dolog. Meg kell nézni, van-e még Ghost Orb. Ezt még nagyon meg akarom nézni. Meg különben is bármi történne, akkor elégetni a keresztet.
Ja, elmefött már nem lehet, jó, oké. Ghost Orb, akkor Yokai. Nincs. Legalábbis, jó, mindegy, beviszek még egy kamerát. Szétkamerázom. Fagyos hő nem lehet. Írás Diogen, és újra nyomat Phantom. Na most mindegyik nem nagyon jó evidence. Egy kamerát mondjuk ide kívülre. Ha. Három. Nem néztem meg, hogy van esetleg footprint. Ez megint az én hülyeségem volt. De itt azt hiszem... Oh, van új lenyomat! Ne bassz, van új lenyomat! Ez egy fantom. Jó van, húzás. Igazából a szellemet még le kéne fotózni, de most már így... Haló? Na mindegy. Jó, ez egy fantom. Hát hallod, ez a legkönnyebb heti eddig. Jó. Mondom, nem a perfect gamer jöttem, szóval... fine. Jó. Great. Nagyon jó! Nagyon jó! Meg se nézem, jöhet a következő! Tényleg itt egyetlen hol lehet Bone? Most ezt meg akartam nézni, hol a Bone? A Lover's Bench. Elhihetetek nekem, életemben nem voltam Woodwinden. Én folyamat Tanglewoodon játszok, mivel még Diogent még sajnos nem tudtam megállapítani. Én úgy játszok, hogy minden szellemet Tanglewoodon akarok megtalálni először, és akkor utána jöhet bármelyik map, bármilyen nehézségen. Vagy hát nem inkább bármilyen nehézségen, de azért intermédián azért most már azért nyomnám. Na, nézzük. Hajrá. Breaker nem nagyon működik, szóval ezt el is felejtem. Nem tudom, van-e, mindig van cursed object, de mondom, ezen a mappon nem nagyon vágom, hogy ez hogy működik. Oh, itt a csont. Jó, fogalmam sincs, ezt hogy jegyezzem meg. Ezek a szembúvó helyek. Némelyik búvó helyet nem lehet elhúzni. Érdekes. Nem olyan Woodwind, ez tök fasz a pálya, amúgy nekem nagyon tetszik. Egy kis egyszerű... Hopp! Megvagy! Megvagy! Nézzük, van esetleg mínusz hőmérség 4 fok. 3,5, 2,9, 2,8. Na mindegy. Jó. Hát mondjuk kicsit... Így. Jó. Jó, megvan a szoba, ennek örülök. Az a jó, hogy mindhárom evidence-t megadja a játék, szóval ennek nagyon örülök. Hozunk keresztet, és egyből dots. Egyből dots. Vagy lehet, hogy Ghost Orb, vagy esetleg a mimiket egyből esetleg tudja mindent defiolni, hogy eset... Ez egy démon? Lehet, hogy csak megjelent. Na nézzük, van-e Ghost Orb? Van-e Gorb? Á, nem nagyon látok. Az a gond, hogy tök szar ez a kamera. Most jelenleg. Ugye a Ghost Orb az egy ilyen lassan repkedő bármi lenne, viszont én eddig csak Tier 1-es... Tier 1-es kamerához volt szerencsém, szóval... nem tudom, hogy... Jóban, mondjuk valahogy így. Hogyha esetleg shade lenne, akkor esetleg kívülről huntolna, nem tudom, hogy mennyire tudom megakadályozni. De azért, ez a hang olyan, mint mikor eltörik a nyakadat a Hangmannél, vagy éppenség elkap a szellem. Tök ijesztő amúgy. Tök szarul lehet ezt a kaput is kinyitni. Nagyon eszi a sanity-m. Jó, ami kell nekem, az még egy dots, egy spirit box, meg még egy kamera. Ó, bazeg, meg se néztem a side objecteket. Ghost Hunt, Escape, Detect parabolikus és Motion Sensor. Hát a parabolikus és a Motion Sensort még csak meg fogom csinálni. A többihez nem nagyon szeretnék. A másikhoz nem szeretnék nagyon hozzájárulni. Na mondjuk egy docot ide, másik docot meg ide. Ezt a könyvet meg mondjuk valahova ide. Temperatures, 1 fok. Szerintem nem megyünk freezingre. De
anyát. Mindegyen. Hopp. Jaj, csak ne legyél morolj. Mert a morolj... Összesen most jelenleg... Három szellemet tudnék mondani, ami felgyorsul... Sőt, négyet, akkor négy. Négy szellemet tudnék mondani, ami felgyorsul akkor... Hogyha... Bármit csinálsz. Az egyik a Raiju, az elektromos eszközök körül. A másik, tehát a Diogen, mivel ugye messze vagy. A következő a Revenant, hogyha észrevesz az is. A másik pedig... Mondjuk ezekből... Ezekből csak a Moroi, Diogen, Twins, Spirit... A gyors. És nagyon remélem, hogy ez egy nem egy mimik. De nem tudom, hogy... Na várjunk akkor motion sensort viszek be. Hogy áll a sanity? Meg egész jó. A morolyra egyből rá fogunk jönni. Hogyha nagyon eszi a sanity-met, akkor rá fogunk jönni, hogy morolj. Tehát ebben nem nagyon aggódok. 5. Persze, hogy az EMF a föld izén van. UV. Hopp! Van UV, van UV. Jó, fant... Polti. Te nagyobb polti vagy, hallod? Nem nagyon láttam docot, szóval. Még lehet, hogy ezt inkább ide beteszem. Jó. Jó, az a jó morolj már nem lehet, ennek nagyon örülök, hogy nem morolj. Nagyon örülök, hogy nem morolj. Mondom, nem nagyon látok Ghost Orbot. Az polti bomb volt, az polti bomb volt. Jó, akkor még egy könyv. Jó, akkor hozok be parabolikus mikrofont. Tök jó, mert figyelj, itt vagyunk. Igen. Kéne egy Ghost Sound, tesó. Köszönöm. Jó, kell show. Mondjuk van úgyis új lenyomat, de nekem van egy olyan hát kihívásom most sajnos, hogy háromcsillagos lábképeket kéne csinálnom a szellemről. Szóval attól tartok, hogy most egy picit itt bent leszünk. Írt a könyvbe! Írt a könyvbe! Tudtam, hogy Poltergeist, mert az poltibomb volt. Azt innen láttam, hogy az poltibomb volt. A poltibombot onnan lehet tudni, úgymond ez a Poltergeist-nek a képessége, hogy úgymond tök mindegy, hogy egy tárgy vagy több tárgy, de egyrészt a Poltergeist ugye nagyon sok mindent szokott dobálni, másrészt meg van az a képessége, hogy van, tud egyszerre több tárgyat mozgatni, és ilyenkor így szétcsapja az egészet. Ezért szokták rámondani azt, hogy poltibomb. Mondjuk ezeket az UV az nagyon kell nekem a footprint miatt, szóval ez majd kell nekem. Kidöntötted a kamerámat, te szemét? Várjunk, van valahol még egy UV. Ablakon nem nagyon lehet UV, szóval akkor... Aha! Meg akkor ebbe a könyvbe te írtál. A másikban még nem írtál. Jó, ezt mondjuk teszem ide. Jó. Valahogy így. Hát mondjuk. Hopp, footprint. Mi lett a másik UV-val? Jó, belelépett az összesbe. Hogy állunk? Ez 2, 4, 5. Egyet még nem fotóztam le. Jó. Másik könyvbe is írt. Az is Disturbed szalt lett, nem baj. Jó, akkor ez elvileg ez egy Poltergeist, ha minden igaz.
De most legalább végre tudtam csinálni két darab háromcsillagos lábfotót, olyan boldog vagyok. Utálom, mikor ez a fényképezőgép van, a TR2-es, vagy a TR3-as sokkal jobb, csak az a gond, hogy én TR2-ig jutottam el jelenleg. Jó, a Ghost Hunt-ot meg nem fogjuk megcsinálni. De jó, az összes kamerámat kidöntötte. De ez fix egy poltergeist, és nagyon remélem, hogy nem mimik. Én nem láttam Ghost Orbot, ha ez egy mimik, akkor... akkor szopjon le. Nagyon jó. Nagyon jók vagyunk. Hopp, TR2-es tripod, nagyon jó. És már csak egyszer kell mennünk ezen a pályán. Nagyon szeretem ezt a pályát amúgy, most komolyan mondom, kezdem megkedvelni ezt a pályát. A füstölő, hát füstölőnk nincsen. 25% Serity és Crucifix. Démon? Elvileg van rá esély, hogyha a szellem kim van a tűznél, akkor akkor lehet látni a beépített kamerán a CCTV-n izét. Az orbot. Tényleg volt bone evidence is. Te szórakozol velem. De most... ó! 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 Nincs annyira messze amúgy. Nincs messze a szellem. Nem, azt kell, meg kell, hogy mondjam, hogy nem is rossz ez a pálya, nekem amúgy actually tetszik. Jó, kamera. Nagyon remélem, hogy nem démon. Elvileg láttam olyan trükköt, hogy... hogyha a szellem helyén vagy keresztel, akkor nem fog támadni, mivel... a kezedben van a kereszt, viszont ez a rádiusztól is függ. Ne nyisd ki az ajtót! Jó, legyen az, hogy valahogy így, a másikat meg így. De kintre. Valahogy így. Ezt meg mondjuk egy kicsit kijebb. Így. Mert nem nagyon akarom, hogy a kamerát beflesselje a... mi volt ez? Kamerát beflesselje a... lámpa. Mert akkor meg nem látunk semmit. Adta az élet, hogy némelyik helyen nem es... Ghost Orb! Ghost Orb! Nagyon nagy baj, mert lehet, hogy mimik. Szóval. Mert ugye az mimiknek négy evidence-te, hogy Ghost Orb, írás, fagyás, meg Spirit Box, ha jól tudom. De... vagy nem, UV, bocsánat, UV. Az a négy evidence kell neki. Szóval... eléggé aktív szellem vagy te. Te szórakozol velem. Jó, akkor biztos, hogy nem ír. Egy, az... igen, itt... itt sokkal könnyebb így látni a Ghost Orbokat. Mert ugye minél jobb a kamerád. Jó, akkor Spirit Box, UV... most jön ez. Sanity? De ez elvileg ez a TR3-as Sanity pill amúgy? Elvileg úgy hallottam, hogy az amúgy kurva sokat visz föl, szóval amúgy meg tök fölösleges lenne. Jó van, hogyha nem érsz a könyvbe, akkor majd rád erőszakolom. Jó, leszek abban a... oh! Már Yokai... Onryót tesztet sajnos nem tudok csinálni. Yokai legyen mondjuk Mare. Egyelőre ez a tippem. Ha esetleg meghalnék, akkor ez én Mare. Tippemre. Amúgy egész aktív a sötétben, és ez most rá is cseszek nagyon, mert... ugye nem lehet fölkapcsolni a villanyt elvileg. Az komoly. Jó, mondjuk még egy... meg... te, meg te. Amúgy ez a TR2-es kamera már most jobban tetszik, mert sokkal jobban lehet látni rajta az orbot. És a másik csapat is megütöttem, nagyon jó.
És ide még egy UV. Persze úgy, hogy nem dobom át a budin. Jó. És amire már csak szükségem van, az show és fotókamera. Mario Kai és Onryo. Az Onryo a tűzzel kapcsolatos, tehát... Fagyáshoz kéne Onryo, írás a Mare, de eldobta a könyvet. UV egy, UV nem lehet, MF-öt nem lehet, Docnál Yokai, nem láttam Doccot. Szóval van egy olyan sejtésem, hogy te egy Onryo vagy. Ami csak jó nekem, mert nincs nálam gyertya. Mondjuk tök fölöslegesen nézem a kamerát, mert a Doccot az amúgy is lehetne látni. Tényleg akkor UV már nem lehet, szóval csak a képekért megyünk akkor. Szeretek fotót készíteni a szellemről, mert... Vagy hát nem a szellemről, hanem... Az is plusz pénz. Úgy is kell nekem, mert most két tier 2-es dolgot kell felfejlesztenem. Jó van. És akkor jövünk a fotókamerával, meg egy zseblámpával. Marét onnan lehet tudni, hogy egyszerre klikkelhetsz vele a lámpán. Annyit tudok. Jó, nézzük. Jó, mondjuk még egy kamera, meg akkor zseblámpa, meg fotókamera. Kinyitotta, és nincs új lenyomat. Ja, meg amúgy se lehet. Nem írt. Nagyobb, egyre nagyobb gyanú az Onryo. De hülye vagyok, hát itt a termométer. Minusz 6 fok, jól van. Onryo. Ez már az elején kiderült. Na jó, csont. Csont. Hát ha lesz olyan szerencsém és megtalálom a csontot. Vén. Már csak egy fotó kéne. Csináljunk mondjuk egy interakció fotót. Az a gond, hogy nagyon lent lehet a szenitim, szóval nem kéne nagyon hülyéskedni, bár van kereszt. De ezek ilyen... Oké, leave. Jó, megvan. Futás. Jó. Oh, szép volt. És a szenitém is egész jó volt, szóval... ez egy tök jó heti kihívás volt amúgy, ez most egész egyszerű volt, mondjuk azt. Mondjuk azt, hogy egész egyszerű volt. Keresek valami jó kamerát, bocsi. Ez itt pont jó. Na jó van. Akkor kösz szépen a... Ez a legegyszerűbb... heti volt eddig, amit valaha láttam. Hopp! Onryo, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nagyon jó! Így van. Ez nagy pénz. Szép volt. Ez amúgy most tényleg egyszerű. Én nagyon szeretem, hogyha ilyen heti kihívás van. Az is amúgy tök jó lenne, hogyha mondjuk csak két... Vagy egy evidence, mert abból is amúgy nagyon, amúgy lehet tippelgetni, csak ne legyen no evidence, mert a no evidence az ki nem állhatom, mert egyszerűen... Meg az, hogy a, tehát a no evidence-t a nulla sanity-vet, egyszerűen az ki nem lehet állni, mert a sanity-vel is egy csomó mindent lehet csinálni, ugye. Aztán, mert mindegyik szellem nulla sanity-nél úgy viselkedik, ahogy. Tehát, hogy mint egy átlag szellem. Tehát nulla sanity-nél a démon is úgy fog viselkedni, mint egy Onryo. Vagy egy spirit. Szóval, igen. Na jól van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nem tudom, hogy még szeretnétek-e fazmofóbiát esetleg. Vagy szeretnétek-e hasonló horrorjátékokat még. Mondjuk Demonologist-en meg Fazmon kívül nagyon más horrorjáték nincsen, amivel tudnánk játszani. Írjátok meg kommentbe, hogyha szeretnétek folytatást. Vagy esetleg van-e ötletetek, hogy esetleg lenne még olyan játék, amivel esetleg játszak, vagy nem tudom.
Tehát nyugodtan írjatok mindenféle játékot, amivel szeretnétek, hogy játszok. Bármi, tényleg bármi. 5000 a tripod? Hát ti hülyék vagytok. IR3-as flashlight. Az ég áldjon meg, hogy megvan végre. Na jó van, én köszöntöm szépen a figyelmet. Találkozunk egy következő videóba, egy következő napon. Na szevasztok! Ötezer a tripó.